Kérem, a következő előadás megtartására Gulyás Anett egyetemi adjunktust a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karáról. Nyelvvizsgáról és érettségiről lesz szó. A nyelvvizsga és az érettségi azok, amik külső fokmérői a nyelvoktatásunk sikerességének, ami általános iskolában indul, az mindenféleképpen jó, viszont a középiskoláknak a feladata az, hogy ha kínai nyelvet kínálnak, akkor adjanak lehetőséget a kínai nyelvi érettségire is. Mi is évek alatt jutottunk el addig, hogy érettségiztetni tudunk, már néhány éve sikeresen érettségiztetünk. Ebben az évben is 4-en jelentkeznek a végzősök közül kínai nyelvi érettségire, 2 emelt szinten, 2 középszinten. Tehát ez egy fontos feladatunk, és aki erről igazán sokat tud mondani, aki az egyetemi oktatásban oktatóként részt vesz, és aki az érettségiztetésben is részt vesz, nálunk is részt vett már, Gulyás Anett. Úgyhogy kérem, adjunktus asszony az előadását tartsa meg. Először is sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a hallgatóságot, és köszönetet szeretnék mondani Szeged és térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskolának dr. Gera Tibor igazgató úrnak és a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének Morri Hárd igazgató úrnak az előadás felkérésére. Igyekszem mindjárt feltölteni a PPT-met, amivel készültem. Remélhetőleg már látható is. Igen, látható. Köszönöm szépen. Előadásom első részében a kínai nyelvvizsgáról fogok beszélni, majd második része a kínai nyelvi érettségi vizsgáról fog szólni. Hazánkban kínai nyelvből 2 típusú intézményben lehet nyelvvizsgát tenni, kínai nyelvvizsgát. Az első az ELTE Origó Nyelvi Centrum, illetve a Konfuciusz Intézetek közül a Budapest és a Szegedi Konfuciusz Intézet az, aki hivatalosan HSK nyelvvizsgát bonyolíthat le. Nem tudom, mennyire látszódik a PPT, lehet látni? Jó. Ez a 2 típusú nyelvvizsga 2 vizsgáztatói rendszert akar. Az ELTE Origó nyelvvizsga a közös európai referencia keret alapján dolgozta ki a nyelvvizsga rendszerét. Mindkét típusú nyelvvizsga esetében írásbeli és szóbeli vizsgarész különbözhethető meg. A HSK nyelvvizsga szintén figyelembe vette az Európa, a közös európai referencia keret követelményeit, illetve bedolgozta a HSK nyelvvizsga 6 szintű rendszerébe. Tulajdonképpen ez az a 2 momentum, ami a nyelvvizsga, az ELTE Origó Nyelvvizsga Centrum és a HSK nyelvvizsga közös pontja. Ami különböző a 2 típusú nyelvvizsgában, az az, hogy az ELTE Origó nyelvvizsga az egy 2 nyelvű vizsga, míg a HSK nyelvvizsga az egy 1 nyelvű vizsga. Úgy látom, hogy nem megy a PPT-m, nem tudom. Bár a 2 típusú nyelvvizsga az figyelembe vette a közös európai referenciakeret követelményeit, azonban mind a 2 sajátos módon építette be ezeket a követelményeket. A szintekhez tartozó képességek, az olvasás, az íráskészség, a beszéd és a hallás utáni értés terén is azonban különbségeket mutat. A közös európai referenciakeret, ez egy 6 szintes rendszer, a nyelvtanulókat 3 nagy csoportba sorolja, alapszintű nyelvhasználó csoportjába, önálló nyelvhasználó csoportjába és a mesterfokú nyelvhasználó csoportjába. És meghatározza azt is, hogy az egyes szinteken
az A1-es, A2-es, B1-es, B2-es, C1-es, C2-es szinteken milyen képességekkel rendelkeznie a nyelvhasználónak. A szintekhez tartozó jellemzések tulajdonképpen az Európában beszélt nyelvek bármelyikére vonatkoznak, és így ez a fajta követelményszint a kínai nyelvre is érvényes, legfőképpen az érettségi vizsgarendszerének a követelmény előírásaiban. Bemutatnám a HSK vizsgarendszernek a kínai típusú HSK nyelvvizsga rendszerét, amely szintén 6 típusú, megtartja ezt a 6 szintű besorolást, azonban lehet látni, hogy az egyes szintekhez, ugye az A1-es szinthez a HSK1-et, a A2 szinthez a HSK2-t, a B1-es szintet a HSK3-at, a B2-es szinthez a HSK4-et, a C1-es szinthez a HSK5-öt, és a C2-es szinthez a HSK6-os szintet párosítja. A két nyelvvizsga, két vizsgáztatói rendszer azonban. Nézzük, hogy miért. A szintek és a nyelvvizsgák. Ezen a dián az látható, hogy van három nyelvvizsga rendszer, ezek közül ugye az egyik az ELTE Origo Nyelvi Centrum vizsgarendszerének a szintezése, benne van a HSK nyelvvizsgarendszer szintezése, illetve ezeknek a megfeleltetései, a szintek összeillesztései. Lehet látni, hogy az A2-es belépőszint, ez az Origo nyelvvizsgarendszer A2-es szintjének feleltethető meg, ez a közös európai referencia keret A2-es szintje, és a HSK szintek közül ez a HSK2-es szint. Azonban ez az A2-es szint, ez államilag elismert nyelvvizsgát tulajdonképpen nem ad. Még egy fontos momentum, ami lehet, hogy a délutáni előadásban szóba fog kerülni, hogy a Konfuciusz Intézet, a Szegedi Konfuciusz Intézet szervez gyereknyelvvizsgát, YCT nyelvvizsgát. Az ELTE Origo Nyelvi Centrum szintén szervez, ez junior nyelvvizsga, viszont ez a junior nyelvvizsga kínai nyelvből nem létezik, és angolból, a nagyobb nyelvekből, angolból és németből, viszont ez sem akreditálható. Ez a 10 és 14 éves korosztály, tehát a fiatalabb korosztályból kikerülő nyelvvizsgázókat méreti meg. A nyelvvizsgák típusai között lévő különbségek megmutatkoznak a nyelvvizsgák írásbeli és szóbeli részének szerkezetében, így az írásbeli és a szóbeli vizsga részekben alkalmazott feladattípusok különbözőek. Ez egy nagyon fontos ismérve ennek a két típusú vizsgarendszernek. Először szeretném bemutatni az ELTE Origo kínai nyelvvizsgarendszerét, majd a későbbiekben az érettségi kínai nyelvvizsga szerkezetét, követelményrendszerét. Először is az egyes szinteken szeretném bemutatni a készségeket és a készségekhez tartozó feladattípusokat, hogy milyen feladattípusokban mérik a nyelvtanulónak, a nyelvhasználónak a nyelvi képességeit. Uramisten! Elnézést, nem tudom, hogy lehet-e hallani engem. Igen, lehet, Annett. Köszönöm szépen, csak most nálam itt ilyen, valahogy nem látom a PPT-met. Úgyhogy a PPT lehet, nekem sem ment, és én léptettem. Igen, de nem tudom léptetni, az a baj, tehát hogy nem tudom, hogy mi a trükkje ennek, lehet, hogy majd segítséget fogok kérni. Jó? Először is a B1-es szintet szeretném bemutatni. Nekem nem megy, úgyhogy az igazgatótól szeretnék lehet segítséget kérni. Jó, nem megy a PPT. Ja, most ment, oké, most megy. A B1-es szinten a nyelvi készségeket, a nyelvi készségek mérését szeretném bemutatni. Ez alapvetően két készséget mér, az olvasás készséget és a közvetítés készségét. Az olvasás, és az írás készséget, elnézést, három nyelvi képességet mér. Az olvasás készség egy rövid kínai nyelvű szövegnek
magyar nyelvű kérdésekre való válaszolását akarja. Az íráskészség magyar nyelvű utasítások alapján kínai nyelvű levélnek a megfogalmazását. A közvetítés az pedig lenne egy kínai nyelvű szöveg információ tartalmának a megértését, a tudnivalók tartalmilag pontos és érthető közvetítését írásban. Ezekért az információ egységekért pontokat szerez a hallgató. A következő dián hoztam egy mintafeladatot a közvetítés B1 szinten. Úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan feladattípus, amely esetleg gondot okozhat a nyelvvizsgázónak. Ebben a vizsgarészben 20 nyers pontnak a felezésével 10 pontot lehet elérni. Lehet látni magát a szöveget a jobb oldalon, ez egy kínai nyelvű szöveg, az alatta lévő nem kérdések, hanem táblázatba foglalt információs egységekre kell válaszolnia, a táblázatban lévő számok pedig az információ egységekért kapható pontokat jelöli. A következőben hoztam egy mintafeladatot, nem megy a diám elnézést, úgyhogy igen, most ment, nagyon lassú, ezek szerint az internet egy kicsit lelassult. Egy mintafeladatot B1-es szinten íráskészségből. Szeretném felolvasni, hogy lehessen hallani, hogy milyen típusú is ez az íráskészség, egy levélnek a megírása, ami körülbelül egy 8-10 sornyi terjedelemből áll. Nemrég részt vett egy vetélkedőn, ahol nagyon jó helyezést ért el. Nyert egy kétszemélyes utazást, amelyre szeretné meghívni itt élő francia barátját. Erről kell e-mailt írni. Elmeséli, és akkor most jönnek a megadott szempontok, ami alapján ezt a levelet meg kell fogalmaznia. Elmeséli, milyen lehetősége adódott, és hogyan. Előadja a javaslatát, felhoz egy indokot, amiért érdemes elfogadni. Megírja, miért szeretne utazni. Jelzi, hogy sürgős választ vár, és megindokolja, miért. A következő szint ennyiből áll igazából ebből a három feladat csoportból a nyelvvizsgázónak a feladata. A nyelvi készségek mérése B2-es szinten már eltér az előző B1-es szint feladattípusaitól. Az olvasáskészség megmarad, olyannyiban változik, hogy a szöveg hosszabb terjedelmű, illetve a kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, az összefüggésekre, de konkrét részletekre is rá lehet kérdezni, amelyet esetleg a szöveg több részéből kell összegyűjteni a vizsgázónak. Az íráskészség szintén maradt, a B1-es szinthez hasonlóan, de itt egy 17-20 sornyi terjedelmű összefüggő szöveget kell megadott szempontok alapján megfogalmazni a vizsgázónak. És van egy plusz a közvetítés idegen nyelvről magyarra, itt tulajdonképpen egy kínai nyelvű szöveget kell magyar nyelvre lefordítani. A szöveg általános témákat érint, amelyek nem haladhatják meg a műveltségi szintet, az általános műveltségi szintet. Hoztam egy mintafeladatot íráskészségből. Ebben az íráskészség feladatban két levél megfogalmazása közül az egyiket kell választani a vizsgázónak, tehát két lehetősége van. Itt is szeretném felolvasni, hogy körülbelül mi az, amit egy ilyen B2-es szinten meg kell tudnia fogalmazni egy nyelvvizsgázónak. Képzelje el, hogy nemrég egy kirándulás alkalmával kisebb balesetet szenvedett. Az a nap nagyon nehéz volt az ön számára, de szerencsére nem történt nagy baj. Számoljon be a történtekről levélben egyik barátjának az alábbi szempontok alapján. Megírja, mikor, hol történt az eset, elmeséli, mi történt pontosan és hogyan, beszámol arról, hogyan próbálták megoldani a helyzetet, felidézi, hogyan élte meg akkor mindezt, és mi volt a legnehezebb benne. Közli, hogyan végződött az eset. Ezt mindezt 17-20 sorban kell összefoglalnia a B1-es szint 8 és 10 sornyi levelével ellentétben. A következő
következő dián már egy mesterfokú nyelvhasználó esetében mutatom azt, hogy milyen nyelvi készségeket mér az ELTE Oregon Nyelvi Centrum. Itt már lehet látni, hogy a nyelvi készségek mérése más feladattípusokban nyilvánul meg, más feladatokat alkalmaz, mint a B1-es és a B2-es szinten. Az olvasáskészség maradt, olyannyiban változik, hogy itt hosszabb szövegekre, szövegrészek összefüggéseire és egyes részletekre lehet rákérdezni. Az íráskészség valóban maradt, egy levél, illetve egy fogalmazás írása, ez is magyar nyelvű szempontok megadása mentén történik. Itt a terjedelme hosszabb, itt már 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell megvalósítani. A közvetítés magyar nyelvről idegen nyelvre olyannyiban maradt, és hasonlít a B2-es szinthez, hogy valóban van egy kínai nyelvű szöveg, amelyet le kell fordítani magyar nyelvre. Ezek is általános témákat érintenek, illetve a C1-es szinten egy negyedik típusú feladat is belép, ez pedig lenne a közvetítés magyarról idegen nyelvre, ami annyit tesz, hogy egy elvont témájú, vagy egy konkrét témájú magyar nyelvű sajtószöveget kell összefoglalni kínai nyelven, 5 magyar vázlatpont, vagy megadott szempont alapján. Ezt kínaiul kell, magyarul kapja a vizsgázó, és kínaiul kell összefoglalni. Ez tulajdonképpen a tömörítésnek a feladattípusa. Hoztam szintén mintafeladatokat, közvetítés feladatában tömörítésre C1-es szinten. Körülbelül egy ekkora cikk az, amit magyarul adnak a nyelvvizsgázónak, és alatta található itt 3 szempont, 3 és 5 szempontot szoktak adni, és ezekre a szempontokra kell odafigyelni, kigyűjteni őket, kínaiul megfogalmazni, és egy összefüggő szöveget adni a nyelvvizsgán. Hoztam szintén egy íráskészséget C1-es szinten. Itt is szintén 2 típus közül választhat a nyelvvizsgázó. Felolvasom az egyiket, hogy hallják, hogy mi a különbség a szintek között. Nemrég eldöntötte, hogy megházasodik, férjhez megy, pedig korábban nem állt szándékában. Nagyon szereti a párját, és el sem tudja képzelni, hogy bármi elronthatná a kapcsolatukat. Külföldi barátjának most levélben számol be az életében bekövetkezett változásról. Bejelenti elhatározását, megindokolja, hogy miért volt korábban házasságellenes, felhozza egy ismerős házaspár példáját, akik nemrég váratlanul elváltak. Kifejti, mitől változott meg a véleménye, miért hajlandó mégis megházasodni, leírja, hogyan képzelik el az esküvőt, és milyen nehézségeket szembenézniük a házasság megszervezésével kapcsolatban. Lehet látni, hogy szintenként más a követelményrendszer, más a feladattípus, amit megkövetel a B1-es, B2-es és a C1-es szint elérése. A következőben a szóbeli vizsga követelményeit szeretném ismertetni. A szóbeli vizsga tulajdonképpen a 3 szinten 2 készséget mér, a beszédkészséget és a beszédértést. Ez a beszédkészség és a beszédértést mind a 3 szinten szinte ugyanazokkal a feladattípusokkal méri. A nyelv tanulónak, a nyelv használatának a teljesítményét pedig lenne a kommunikatív érték, a szókincs és a nyelvhelyesség területén értékeljük mi nyelvvizsgáztatók. Az alapfokú nyelvvizsga esetében a beszédkészség egy általános beszélgetéssel indul, amit egy önálló képleírás követ, illetve egy szituációs párbeszéd, amelyet a nyelvvizsgáztatóval kell lebonyolítani. A beszédértés tulajdonképpen a hallott szöveg értése,
két egyenként egymástól különálló, egy másfél perces szövegnek a háromszori meghallgatása után egy magyar nyelvű feladat kitöltése, ami kérdésekre válaszadást jelent. Középfok esetében szintén a beszédkészség társalgásból, önálló képleírásból, illetve szituációs párbeszédből áll. A beszédértésnél viszont egy szerkesztett hosszabb szöveg, háromszori meghallgatása történik, és ezt kell magyar nyelvű feladatlapon a kérdésekre válaszokat adni. A felsőfok esetében szintén ez a beosztás, ez a szerkezete a vizsgának, beszédkészségben beszélgetés, önálló képleírás, szituációs párbeszéd, és a beszédértésnél kétszeri meghallgatás után kell magyar nyelvű feladatlapot kitölteni. A továbbiakban szeretném azokat a témaköröket felolvasni, amelyek a nyelvvizsgán, a nyelvi centrum, az Origo Nyelvi Centrum által szervezett nyelvvizsgán szóba kerülhetnek. Nagyon fontos, hiszen ez a 15 témakör igazából a kínai nyelvi érettséginél is követelmény, bár nem 15, a kínai nyelvi érettségiben ez 10 témakörre szűkül, de ezek nagyon fontosak, hogy mind a szóbeli, mind az írásbeli feladatoknak ezekhez a témakörökhöz kell kapcsolódnia. Én és a családom, az otthon és a szűkebb környezet, a munkavilága, a napi tevékenység, a tanulásvilága, a kommunikáció, kapcsolat más emberekkel, szórakozás, kultúra, egészség, vásárlás és szolgáltatások, étkezés, városi közlekedés, utazás, tágabb környezetünk, szabadidő, hobbi, divat, öltözködés, Magyarország és a célnyelvi országok. Valószínű, aki járt már az Origo Nyelvi Centrumban korábbi években, ugye Rigó utcai nyelvvizsga központban, az tudja, hogy ezekből a témakörökből valóban elég nehéz felkészülni. Sok nekem is volt már kevésbé sikeres nyelvvizsgám az ELTE Origo nyelvi központban, tehát ezek nem egyszerű ezekre a témakörökben valóban témakörökre felkészülni. A előadásomnak a második felében a kínai érettségiről fogok beszélni. A kínai nyelvi érettségi közép és emelt szinten különbségeket mutat abban a tekintetben, hogy az adott témát hogyan kell megközelíteni, a szövegek terjedelmében, tartalmi és nyelvi komplexitásában és a feladatok nehézségi fokában mutatkozik meg. Érettségi Magyarországon 2011-től érhető el kínai nyelvből, 2016-tól szervez az oktatási hivatal emelt szintű érettségi nyelvi vizsgát. A korábbi évek vizsgafeladatait meg lehet találni az oktatási hivatal weboldalán, ezek nyilvánosak és elérhetőek, látják, hogy van egy weboldal elérhetőség, erre kattintva felugranak azok a vizsgafeladatok, évek szerint lebontva, illetve lehet keresni évekre, nyelvekre lebontva, szintekre lebontva lehet keresni nyelvvizsga, érettségi vizsgafeladatokat. Illetve az érettségivel kapcsolatos minden követelmény, mintafeladatok, tájékoztatók mind a két szinten elérhetőek az oktatási hivatal weboldalán. Ezeket, ahol tudtam, bemásoltam, úgyhogy ezek így megmaradnak, és igazából nem is kell megkeresni, csak rá kell kattintani ezekre az elérhetőségekre. Sikeres érettségi vizsga, az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997-es kormányrendelet értelmében mindaz az emelt szintű érettségi vizsgát tevő nyelvvizsgázó, aki sikeresen teljesítette az emelt szintű érettségi vizsga 60%-át, és ez értendő az írásbelire és a szóbelire együttesen, az középfokú B2-es komplex típusú
nyelvvizsga bizonyítványt kap. Az, akinek az emelt szintű nyelvvizsga 40 és 59 százalékban sikeresen teljesült, az B1-es komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap. Ezen kívül minden olyan nyelvvizsgázó vagy vizsgázó, aki részt vett az érettségiben, érettségi bizonyítványt kap, amelynek a záradékában az szerepel, hogy a vizsgázó érettségi bizonyítványa nyelvvizsga bizonyítványal egyenértékű okirat. Tehát az érettségi bizonyítvány ugyanolyan hiteles, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga központ által kiadott, kemény fedeles nyelvvizsga bizonyítvány. Elég érdekesen alakult az érettségizők száma kínai nyelvből. Ebben a kis táblázatban lehet látni éves bontásban, hogy hogyan alakult az érettségizők száma Magyarországon. Igyekeztem kigyűjteni, bár vannak adatok, van olyan év, 2012 és 2013, amikor az érettségizők száma olyan kevés volt, hogy nem lehetett megtalálni az oktatási hivatal megfelelő oldalán, de azt lehet mondani összességében, hogy ezek a számok évről évre növekszenek. Szerencsére az emelt szintű nyelvvizsgázók száma is nagy mértékben emelkedik. A éveknél lehet látni ugye két számot, ez az első mindig ugye az emelt szintű érettségizők számát, a második pedig lenn a középszintű érettségi vizsgán résztvevők számát mutatja. Szeretném azt is megjegyezni, hogy nagyon sokan vannak olyan érettségizők, akik Magyarországon élő kínai anyanyelvű hallgatók. Ezeknek az érettségi részvétele igazából az emelt szintű érettségi nyelvvizsgákon túlnyomó részben jelentkezik. Továbbiakban az érettségének az írásbeli részéről szeretnék beszélni, hogy hogyan is néz ki ez az írásbeli, bár nem megy a diám tovább, igen most. Igazából a készségeknek a mérése mind a két szinten, közép és emelt szinten, négy vizsga összetevőben méri a nyelvvizsgázónak, bocsánat, az érettségizőnek a tudását, olvasott szövegértése, nyelvfejesség, hallott szövegértése és íráskészségben. A készségek mérése alatti elérhetőség, internetes elérhetőség pedig az adott évben, tehát évekre visszamenőleg tartalmazza azokat a lebonyolított érettségi vizsgákat, amelyeket nyilvánosan meg lehet nézni, otthon meg lehet csinálni, tartalmazza a hallott szövegértésének magnóhallgatását, és tartalmazza a javítási és értékelési útmutatót is. A továbbiakban a feladattípusokról szeretnék beszélni. Az érettségi vizsga szabályzata, a 100/1997-es kormányrendelet rögzíti mind a négy vizsga összetevőben, az olvasott szövegértésében, a nyelvhelyességben, az íráskészségben, illetve a hallott szöveg értésében a felhasználható feladatok számát, azokat a szövegfajtákat, amelyeket az egyes nyelvi összetevőkben alkalmazni lehet, a szövegfajták hosszát, a feladattípusokat, illetve a feladatok itemeinek a számát. Az alábbi weboldal elérhetőség pedig segíti mindazokat, és segítséget nyújt mindazoknak, akik ezután érdeklődnek, és teljesen áttekinthetővé teszi, hogy melyek azok a követelmények, amelyek ezeket a feladat vizsga összetevőket érintik. Igyekszem, igen. Azért betettem egy pár, az olvasott szövegértésének a középszintű részébe betettem egy diát, és szeretném azt szemléltetni, hogy milyen típusú feladatok azok, amelyeket lehet alkalmazni középszint olvasott szövegértésének a mérésére.
lehet feleletválasztást, igaz-hamis állítást tenni, csoportosítást, a sorrendbe a szöveg egyes részeinek sorrendbe rakását, rövid nyitott válaszok kérését, hiányos mondatok kiegészítését szöveg alapján, csoportosítást, képek, események sorrendbe rendezését. Ezt csak az olvasott szöveg értése alapján választottam ki. Minden más vizsga összetevő esetében ez a kormányrendelet szabályozza azt, hogy milyen típusú feladatokat lehet, feladatokon lehet számon kérni az érettségizőnek a nyelvtudását. Egyéb tudnivalók,